Kézigránát dobást gyakorolnak a fiatalok ebben a kiképző táborban. Ezzel a feladattal is megismerkedhetnek azok, akik tartalékos katonának jelentkeznek. A testi, fizikai felkészítés mellett számos elméleti ismeretet is megszerezhetnek a pályázók. Azok a magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik 18. életévüket betöltötték, büntetlen előéletűek, minimum 8 osztályos általános iskolai végzettséggel rendelkeznek, és megfelelnek a háziorvosi és pszichológiai vizsgálatokon. Első két hónapban a területvédelmi ezred kötelékében kerül sor egy alapkiképzés, az itt Nyíregyháza kert közben, és azt követően, mikor ezt teljesítették a jelöltek, eldönthetik, hogy maradnak a területvédelmi ezrednél és folytatják ott a kiképzést, vagy ne adj Isten, gyermekkori álmuknak, vagy álmukat valóra váltva megcéloznak egy műveleti alegységet bárhol az ország területén, ahol akár harci búvár, akár ejtőernyős, akár harc és gépjárművezető, akár feldszer beosztásokban teljesíthetnek szolgálatot. Amennyiben a művelet alegységet választja, fél évre kötnek elsősorban, vagy első időszakban szerződést, a fél év lejártát követően 32 felvételi többletpontot szerezhetnek meg, és eldöntheti azt, hogy megkívánja hosszabbítani a szerződését még egy fél évre, tehát tulajdonképpen egy év foglalkoztatást tesz lehetővé bárki számára, nem csak annak, aki a felvételi többletpontért célozza meg, hanem annak az állampolgárnak is lehetősége van, aki kacsingat a honvédség fele, szeretne komolyabb elkötelezettség nélkül betekinteni a rendszerünkbe, és ha úgy érzi, hogy van jövője és van perspektívája, akkor természetesen már a szolgálteljesítés ide alatt akár szerződéses szolgáltvállalási formát is vállalhat. Természetesen a képzéseken nem csak férfiak, hanem hölgyek is részt vehetnek. A stúdióbeszélgetésen résztvevő Magyar Nóra szakaszvezető azt mondta, erős közösséget kovácsol a fiatalokból a kiképzés. Nekem is onnan van rengeteg barátom, akikkel mai napig összejárunk. Ugye mindenkit máshová tud sodorni az élet, de ez valamilyen szinten összekovácsolja az embert, és nagyon jó kapcsolatokat lehet építeni. Nem csak a tudásukat növelhetik a fiatalok a képzéssel, de a felvételinél is többletpontok járnak, sőt, magas anyagi juttatás is kaphatnak a tartalékosok. Nem csak a felvételi többletpont az, ami motiváló. A kampányfogásunk, ha szabad így fogalmazni, vagy a megyében előszeretettel világítunk rá arra, hogy a nyáron a megszerezhető egységes alapkiképzési programban, amit részt vesznek a 25 év alatti fiatalok, ugye a 25 évet hangsúlyoznám az SZIA szempontjából, majd 325 ezer forint per hó nettó jövedelemre tehetnek szert. Tehát 25 év alatti fiatalok, tehát én azt gondolom, ez az egyik legjobban fizethető nyári munka, szabad ezt az összehasonlítást használnom. De minden mellett számosan előnyökkel jár az át, hogy tartalékos szerződés kötnek, jogosultak válhatnak bizonyos ösztöndíjakra. Tehát vannak a honvédségnek olyan kiemelt továbbtanulási intézményei, ahol a jövő orvosait, jogászait, bizonyos mérnöki karokon mérnököket képeznek, ahova akár havi 200 000 forint per hó ösztöndíjra lehet szert tenni, és semmi más feltétele nincs, csak az, hogy szerződése legyen bármelyik tartalékos szolgáltvállalási formára. Az első turnus március 13-án indul Nyíregyházán. A részletekről az irányosereg.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők.